Stábunk betekintett már a főurak kastélyaiba, a polgárok városába, a kisnemesek udvarházába. Itt az ideje, hogy a kétkezi munkások közé faluhelyre menjünk. Mai műsorunkban a népi építészettel és különleges faluszerkezetekkel foglalkozunk. A Retropolis 6. adásából kiderül többek között az is, hogy minek köszönhető Torockó egységes faluképe és Én laka egyedi faluszerkezete. De megvizsgáljuk majd az ellenpéldákat is. Azaz azokat a településeket, azokat a falvakat, amelyek híres turisztikai célpontok lehetnének, de valamiért mégsem azok. Induljon tehát a Retropolis! Nem is a Retropolis a mai műsor, hanem... Én laka az első különleges falu, amelyet meglátogattunk. A Székelyudvarhelytől 25 kilométerre fekvő települést elkerülik a főútak. Így fordulhat elő, hogy a turisztikai irodák által szervezett székelyföldi körútak programjából általában hiányzik. Orbán Balázs útvonalában viszont szerepelt. Ő 1864-ben látogatta meg Én lakát, és részletesen leírta a falu unitárius templomát és ennek legfontosabb részét. Az Árpád-kori templom éke, a 84 elemből álló kazettás mennyezet, ennek legjelentősebb és legismertebb eleme 1668-ból származik. Ezen a hajdani skólamester Muzsnai Dakó György kézírása olvasható, rómás írással a következő bibliai jelmondatot jegyezte fel: egy az Isten. Az Én lakai kazettás mennyezet egyike Erdély legszebbjeinek. A régi templomtetőt tatárok pusztították el. Az Istenháza 7 év alatt épült újjá, ekkor készült a jelenleg is látható kazettás mennyezete. Az ezeken észlelhető motívumok a magyar népművészet legszebb hagyományait elevenítik meg. Idegenvezetőink felhívják figyelmünket egy a templomban található különleges kőre. És most ugorjunk egy nagyot az időben, visszafelé. Én laka környéke a római korban sem volt lakatlan, sőt, a korai lakosoknak egy ősi kegyhely is rendelkezésükre állt. A kutatók szerint a mai templom helyén Jupiter szentélyt emeltek. Erre utalnak az előkerült leletek. A templom és az egész falu elhelyezése is az akkori lakosok ősi tudományát bizonyítja. Éppen ez az, ami kiemeli Én lakát a többi székelyföldi falu sorából. Ezelőtt 50 évvel, több mint 50 évvel kerültem ide, és akkor tűnt föl nekem az, hogy ennek a falunak egészen más a település rendszere, a települése, mint amit egyébként tapasztalni lehet. A templom mellett a falu központjában fut össze a település három fő utcája, amelyek sajátos szerkezetben helyezkednek el. Mit lehet erről tudni, hogyan alakult ez ki? Ez az út, ahol itt most állunk pontosan a templom előtt, ez pontosan észak-dél irányt vett föl. Ez az út a falut két része osztja, ahogy nevezik, a túlsó fél, vagy innen sőfél. Szávai Márton, nyugalmazott tanító. Az a jellemző erre, hogy ezt a szerkezeti módot, nem, a települési módot nem igen tapasztalható más falvaknál. Márton bácsi hívta fel a figyelmünket arra, ami igazán különlegessé teszi Én lakát a kutatók szemében is. A mai falu valószínűleg ráépült az első századig létező római polgári településre, így mostanig fennmaradt a 2000 éves település szerkezet. A falut egy kultikus tengely szeli ketté, ami érinti a temetőkertet, az iskolát, a templomot és a lelkészi lakást.
Arra jöttem rá, hogy rendszer szerint lett letelepítve, mert először is fölvette a pontos észak-déli irányt, két részre osztotta a falut, majd a közepétől megint négy részre. Ez a világtájok szerint lett pontosan kiszámozva. A falut körülvesi egy kerülő út, a négy tájon négy kapuval, tehát ahol kapu van, ott belül település is kell legyen, és ez a szerkezete megmaradt majdnem, szóval egész mostanig. Maradtak a házak, maradtak a falunak az a része, úgyhogy nem is épült ház az utolsó olyan 40 év alatt, azt hiszem kettő. Természetesen nem csak a templom vagy a település szerkezet vonzza a tekintetet. Az énlaki házak is hozzájárulnak az egységes falu képhez. A lakóépület általában az utcára merőlegesen helyezkedik el. A ház hármas tagolású, tiszta szobával, lakószobával és konyhával. Sok helyen kenyérsütőkemencét építettek az udvarra. A régi házak fennmaradását, restaurálását évi mintegy 10 000 euróval támogatja testvértelepülésük Budapest 5. kerülete. Énlaka abban a szerencsés helyzetben van, hogy a gyönyörű környezete, néphagyománya mellett építészeti vonzereje is van. Így természetes, hogy a helyi lakosok egy része átállt az idegenforgalomra. Dancs Alpár, turisztikai vállalkozó. Rengeteg turista bejött a faluba, és nem volt szállás lehetőség. És akkor az embereknek nem volt ott megszállni, és akkor elkezdtem, vásároltam egy házat, és így egy házzal megkezdtük ezt a vendéglátást, és így szépen visszafordítottam a bejött jövedelmet, úgyhogy most már 60 fő elfér kényelmesen, és hál' Istennek elég sok vendég is van. De felvásároljuk a házi terméket, tehát amit tojástól elkező házi kenyér, házi lekvárokat, tehát olyan próbálunk adni a turistának, ami itt készült a faluból. Gyönyörű templom, híres és egyedi utcaszerkezet, fejlődő faluturizmus, jelentős összeg a házak állagának megőrzéséért. Tényleg ilyen jó helyzetben van Énlaka? Válaszért indultunk. A faluban az eligazodás kissé nehézkes. Most Márta nénihez igyekszünk a Várutcában. A helyiek viszont figyelmeztettek, hogy nehogy úgy járjak, mint a degenyeges Énlakán, vagyis az az idegen, aki egész éjszaka bolyongott a faluban, de nem találta a kiutat a Kusza utca szerkezet miatt. Végül megtaláltuk Márta nénit, aki már másként is rálát Énlaka sztár jellegére. Nagyon jó. Szép volt mindig Énlakinak lenni. És dicsőség volt. És még azt hiszem a mai nap is az, csak már nem annyira. Igen. Ahogy fogadok én is vendégeket, és van visszajáró vendégem is, úgyhogy is szeressük, hogyha jönnek, és nem vagyunk úgy elszigetelve mindentől, ahogy tényleg mindjárt el vagyunk szigetelve, meg kevés a nép, iskola megszűnt, ennyi, hogy szomorú, előregedett a falu. És a fiatalok elmentek, a megélhetés véget, és így pedig az öregek maradtak, és azok mindjárt meghalnak, és otthon vagyok, és azért megvettük ezt a házat, hogy legyek itthon, legyünk itthon. Énlaka után nézzünk meg egy másik híres falut, Torockót. A Székely kötövében meghúzódó mesebeli falu elsősorban a bányászatnak köszönheti fejlődését. Torockón egy igazi reggelhez kétszer kell felkelnie a napnak, kétszer is lehet kávézni, de ezután beindul az élet. Thank you.
12. században II. Géza bajor vasbányászokat hívott Torockóra. A képzett munkaerő pár évtized alatt nagyot lendített a térség gazdaságán. A 14.-15. századi oklevelek Torockót már bányavárosként emlegetik, amelynek külön pecsétje volt. Lasszer Ágnes, múzeológus. A vasművesség idején Torockó az egy nagyon modos település volt. Betelepítettek ide stájerországi mesterembereket a jobb minőségi munka elérése érdekében, és gyakorlatilag a mai Torockó a székely és százkeveredésből létrejött település, ami meglátszik az építészetében is a falunak, és természetesen a népművészetében is, tehát a festett butorokban is van százhatás, ugyanakkor a népviseletben is. A bányászok csákányt, bányászföreit, teknőt használtak, sőt puskaportartót is, illetve puskaport is, puskaportartó a múzeumokban is látszik, valójában ahol a közet keményebb volt, ott robbantottak is. Egyébként ilyen felszíni vagy külszíni fejtést folytattak, és itt Torockon szökekövet bányáztak, limonitot, amit aztán kohókba vittek olvasztani. Kohókból a vas olvadása során vaskenyeret nyertek, amit még izzó állapotban ketté vágtak, és a múzeumban látható hatalmas fogok segítségével a hámorba vittek. A hámor szó az valójában a német hammerből ered, vízerővel működő nagy kalapácsot jelentett, tehát azzal préselték, azaz már tisztították a vaskenyeret, és utána a kovács műhelyekben természetesen folyamatos melegítéssel, veréssel, nyújtással készítették a különböző szerszámokat, háztartási eszközöket, mezőgazdasági eszközöket, sőt ezeken felül egész bonyolult zárszerkezeteket is, amik mindenik egyedi módon nyílik, illetve záródik. Ezeknek a zárszerkezeteknek a nyitját csak a mester, illetve a tulajdonos értette. Nézzük meg, hogy Torockó hogyan is lett az erdélyi épített örökség egy fontos része. A falu főterét városias hangulatú, 19. századi polgári ízléssel épült lakóházak teszik egységessé. Ezek az épületek képezik Torockó egyik vonzerejét. Hogyan alakult ki ez az egységes falu kép? Torockó életében kulcsfontosságú az 1870-es tűzvész. A hajdani, főleg fából épült, kémény nélküli házak hamar kigyulladtak. Torockó újjáépítése hamarosan elkezdődött, ezúttal már kőből. Egyik építtető sem akart lemaradni a szomszédtól, de hivalkodni sem szerettek volna egy egészen más méretű vagy más formájú épülettel. Ez lett a tipikus torockói ház. Ennek része a vasból készült utcai pinceajtó, amely a boltozott pincébe vezet. A két kis pinceablak, az első szoba két zsalugáteres ablaka és a padlás ajtó, amelyen a termést emelték be. A Transylvania Trust alapítvány kezdeményezésével és többek között Budapest 5. kerületének anyagi támogatásával létrejött a Torockó Értékvédő Program, amely 1999-ben elnyerte az Európa Nostra díjat. Ez enyhén sarkítva a restaurátorok Oscar díja. Torockó központjában áll egy medencés kút, a Vajor. E körül forog a falu élete. Említésre méltó még az egyetlen megmaradt vízimalom, amelynek gerendája majdnem 300 éves.
Torockóra jövünk, mindenképpen nézzük meg a falu egyéb ékszereit is, a legkeskenyebb utcát, az unitárius templom toronyórájának szerkezetét, a jeles eseményeket, mint a konfirmálást, vagy az állatvásárt. Esetleg azt az embert, aki ezeket mind kihirdeti. Pátraknak ajánlunk egy síklóernyőzést a falu felett. Ínyenceknek pedig egy helyi alapanyagokból sütött kürtös kalácsot, vagy nagy gonddal készített kenyeret. Még tudnánk ajánlani jó pár érdekes erdélyi falut. Érdemes meglátogatni a szász településeket, amelyek felkerültek a világörökség listájára. Egy délutáni kirándulást megér Kide. Az a falu, amely egy kör alakú utcából áll, házai pedig mind kőből épültek. Megemlíthetjük Kalotaszeget is, egyszerű, de mégis látványos házsoraival és magas tornyú templomaival. Sajnos ellenpéldát is felhozhatunk. Wagner Péter könyvét lapozgatva láttuk, hogy pár évtizeden még egységes volt szék arculata. Mára sajnos a túlzott modernizálás áldozata lett. Úgyhogy nagyon vigyázzunk népi épített örökségünkre. Tudják, hogy merre van a tündérkert vagy a banyaferedő? Vagy hogy hol van a boldogság forrása? Vajon hol nyaralt Blaha Lujza a román királyi családdal? Csak annyit árulunk el, hogy fürdővárosokba hívjuk önöket egy hét múlva. Addig is látogassanak el honlapunkra, ha újra néznék adásainkat. Thank you.